Én 1993-ból úgymondva fertőződtem meg a régi tárgyak gyűjtésével, vagyis a csernatoni Haszman fivérek ajánlására. Ők ajánlottak, hogy vigyek tárgyakot a csernatoni múzeum gyűjteményébe, ha tudok, ha van. Hát ez így is történt, már 2 hét múlva mentem is, biciklisztán vittem a tárgyakot felfelé, és folyamatosan gyűjtöttem. És ahogy pár tárgy így átolment a kezemen, hát még jobban szerelmesre lettem az ilyen régi tárgyak gyűjtésének, és egy olyan bő 2 év múlva meggondoltam, hogy minek hordjam el én a tárgyakot itthonról, vagyis Arkosról, meggyűjtöm inkább, és a környékbeli falvakból is, és hát, ha adódik egy ilyen hely, ahová be tudjam rakni, vagy ha netán tudok majd idővel építeni, akkor inkább vagy oda berakni. Majd a helyi lelkészünknek tervében volt, hogy az unitárius vártemplom egyik bástyájából egy néprajzi kiállítás legyen. Én azt mondtam, hogy én csinálok egy állandót, hogyha ideadja a bástyát, és 1998 tavaszán ide is adta a bástyát, barátok segítségével kijavítottuk, meg kellett vakolni, és ott rajta meszelni minden. Meszelést már megcsináltam, kitakarítottam. És akkor be is rendeztem, ez májusban be is volt rendezve, de akkor, hogy na meg is legyen, 20 éves születésem napján, június 6-án sikerült is felavassuk, és azóta, most már 15 éve, egy hónap múlva lesz 15 éve, hogy már 15 éves múltra tekinthetek vissza. De a tárgyak nem mind azelőtt, az avató előtt gyűltek, hanem folyamatosan gyűlnek az évek folyamán, és a most már 5. esztendeje 1000-nyi tárgy el van hozva vándorkiállításra, amit az anyországban legelőre Budapesten volt kiállítva, majd Szolnokon, Ópusztaszeren, de így folytathatnak Mezőtúr, Törökszent Miklós, Tiszaföldvár, vagyis a sort. Most Nagycenkről van elhozva a kiállítás Sopron mellől ide Fábián Sebestyénre. Azért is vállaltam be szívesen, hogy az anyaországba vándorkiállítás is legyen, plusz a tárgyak ne legyenek dobozolva, mert jobb, ha minél több ember lássa, tud ezekről. Én megfigyeltem, több múzeumban eljártam, néztem, hogy melyik múzeumban mit nem gyűjtenek. És akkor ébredtem rá, hogy vannak például a régi szenes vasalók, amiből már volt vagy 40 darab, hogy inkább álljak rá jobban azokra, és gyűjtsek minél több félét. Hála Istennek, most már 300 félénél több van, és akkor ezt szeretném majd a nyár folyamán berendezni a pincébe a kajhakkal együtt egy ilyen öntött vas történeti kiállítást, és akkor majd, ahogy az Isten megsegít, folytatom majd tovább az otthoni munkámmal. De közben el kell jönni ide is, meg kell mutatni, mert nekem az volt a célom, hogy amit összegyűjtöttem, ide elhozzam. Amit összegyűjtöttem, nem magamnak gyűjtöttem, hanem a közösségnek, és így kiállítás formájába vissza akarom adni a közönség számára. Ide 1000-nyi tárgy hozódott, minden nincsen kiállítva, mert attól függ, hogy milyen a hely, hogy adódik. Kuriózumok is vannak, de sokan kérdezték, hogy melyik a legkedvencebb. Ilyen nincsen nálam, hanem mindegyiknek azt mondható, hogy ez azért kedvenc, ez azért kedvenc, mert ez netán a szomszédtól van, vagy netán az egy másik faluból van, akinél eltöltöttem még egy fél napot is, amíg több mindent megtudtam, mert nem úgy gyűjtöttem, hogy mentem, kopogtattam, döngettem be, hogy ne valami régiség van-e, hanem leültem, elbeszélgettem, mindent elkérdeztem fülitől farkáig, hogy készítették azt a tárgyat, hogy készíthették, milyen móddal, mikor, hogy a fát, hogy mikor vágtak ki, vagy a kerámiát, hogy készítették, és így lassan így alakult ki a tudás bennem, amivel azt is mondom én, hogy jobb az életiskoláját kijárni, azzal több mindent megtanul az ember, mint pár év egyetem. Az itteni tárgyak között nagyon sok kuriózum van. Van egy 1573-as leánka, van egy 1860-as, ami fel is van szerelve,
van egy csörlőkerék, ami 1840-ből van. Hát partargy olyan állapotba került hozzám, hogy évszámot nem lehetett látni rajta, vagy vannak olyan kelengyés ládák, amik le voltak festve, vagy a mintafestés le volt festve, azt még le kellett pucolni róla kívülről az olajfestéket, hogy alul a minta megmaradjon. Vagy van a saroktéka, ami eléggé ritka, egy 1823-as festett saroktéka, amit a Vargyasi sütő dinasztia egyik tagja, Sütő István, aki 1823-ban festett. Festett butorból van még egy 18. század végi 1779-es, ami Csoma Körösről, Körösi Csoma Sándornak a testvér leszármazataitól tudta megvenni egy ilyen cserével, nem is megvásárlással egy ládát, amin minden valószínűséggel ő is személyesen is ült azon a ládán, az ő családjából van. Csempék vannak olyanok, amik 17. századéken Habán csempék, amik még begyűltek, de vannak a torockói vasok, amik már a 15. században kovácsolódtak, és folytathatnám az ácsolt ládákkal, ezek is a 17. századra nyúlnak vissza. Mind azt mondják az irigyek, miből élnek a szegények, Az egyházi dolgoknál van olyan imakönyv, amiben két évszámot találtam, mert 18. század legelején adhatódott ki a betű stílusáról a könyv, mert van egy 1663-as évszám, hogy akkor mondódott az ima, és egy 1697-es évszám, de ez, mint említettem, minden valószínűséggel a 18. század eleje a kiadása, de van még pár darab 18. századi imakönyv és 19. századi nem csak katolikus, református és unitárius imakönyvek is vannak kiállítva, vagy vannak a 19. század derekáról erdélyi híradók, amik pár év be is van kötve, így hogy egész évi, és amit még említeni akarok, az első és második világháborúba készült emléktárgyak, amiket a foglyok vagy a harcosok készíthettek, vagy éppenséggel egy-kettő készített, és a többi ajándékozta meg. Az ilyen emléktárgyakot gyűjtöm, ezek alakultak még ki egy kicsit. Van még itt egy, ami még egy kicsit kuriózum, vagy eléggé kuriózum, a Vitéz nagybányai Horthy Miklósról kézzel rajzolt képmás, és ez saját kezű aláírása, vagy van olyan szalag is, amit Sepsiszentgyörgyön a bevonulásakor használtak.